Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Csopakfalu határából. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a vasárnap délelőttön leforgatok nektek egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videót, és tulajdonképpen most folytatni fogom azt a sétát, amit ugye az ezt megelőző videómba elkezdtem. Ugye az ezt megelőző videómba tulajdonképpen elkezdtem egy sétát, és valójában ebben a videóban kívánom én azt folytatni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, amit konkrétan most már innen Csopakfalu határából indítok. Úgyhogy ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban. De még mielőtt belevágnánk én ebbe az egész videóba, mindenképp meg szeretném köszönni annak a 740 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Én ezt nagyon szépen köszönöm nektek. Hát lányok és fiúk, akkor lassacskán folytatom is tovább a sétámat, és haladunk tovább ebből a sétával, amit tulajdonképpen ugye az ezt megelőző videómba kezdtem el, és akkor haladunk tovább abban a sétával, jöjjön hát a folytatás, lányok és fiúk, tartsatok velem. És akkor más tisztem nem is marad, mint hogy belevágjunk ebbe az új, mint hogy belevágjunk ebben az újabb, ebbe az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóba, és akkor vágjunk is bele ebbe a videóba, jöjjön hát a videó, tartsatok velem Fricivel. Nos, lányok és fiúk, amint látjátok, itt vagyok kint Csopakfalu határába, konkrétan tulajdonképpen. Ugye az ezt megelőző videómat itt fejeztem be végül is, és ezt a videót meg innen indítom tulajdonképpen, ahol az ezt megelőző videómat befejeztem. És akkor szépen majd haladunk is tovább ebből a sétával. Csak így megmutatom nektek a környezetet, hogy konkrétan honnan indítom ezt a videót, milyen helyszínről. Hát semmi érdekes nincs benne tulajdonképpen. Ugye kint vagyunk Csopakfalu határába, ott a háttérben amúgy a nagyhegy látható. Tehát az a hegy, ami ott van a háttérben, az konkrétan ott a nagyhegy, ami ott a háttérben látható. És akkor lassacskán el is indulunk ebből a sétával, lányok és fiúk, az ellenfényi elnézést és bocsánatot, méghozzá abba az irányba indulunk el. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban. És akkor el is indultam, amint látjátok a helyszínről, és tulajdonképpen folytatom azt a sétámat, ugye, amit az ezt megelőző videómba tulajdonképpen itt fejeztem be. És a továbbiabban tulajdonképpen arrafelé fogok haladni, tehát arrafelé fogok a továbbiabban haladni, arra tovább kifelé a határ felé, és vagy végül majd ki is fogok jutni teljes mértékibe a semmibe, arrafelé, mert arrafelé ki fogok jutni a semmi kellős közepébe. Csak közben így megmutatom nektek a környezetet, hogy honnan indul ez a videó. Ott lent a háttérben konkrétan a Balaton látható, tehát ott lent a Balaton látható tulajdonképpen, ott lenne a háttérben, az ellenfényi elnézést és bocsátot kérek tőletek. Tehát az ott lent a Balaton konkrétan, hogy azt is mutassam egy kicsit, ha már itt vagyunk Csopakon, tulajdonképpen. És akkor az ezt megelőző videómban konkrétan, tehát az ezt megelőző videómban onnan érkeztem, tehát az ezt megelőző videómban tulajdonképpen, konkrétan abból az irányból érkeztem, arrafelé van Csopakfalu, tehát konkrétan abban az irányban van Csopakfalu, amerre éppen most mutatok, tehát arrafelé van Csopakfalu. És akkor folytatom is tovább tulajdonképpen azt a sétámat, ugye, amit az ezt megelőző videómban itt fejeztem be ezen a helyszínen. Ugye ezt a videót meg konkrétan arról a helyszínről indítottam, ami ott látható. Tehát az ezt a videót konkrétan onnan indítottam, tehát onnan. És akkor haladunk is tovább ebből a sétával, lányok és fiúk. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, és akkor folytatom tulajdonképpen a sétámat, haladunk tovább abba az irányba, tehát haladunk arra felé. És akkor, amint látjátok, már folytatom is a sétát, ugye, amit ugye tulajdonképpen az ezt megelőző videómba kezdtem el.
És akkor szépen haladunk erre kifelé, a határba, teljes mértékibe, kihaladunk a határba. Tehát majd végül ki is fogunk érni a semmi kellős közepébe tulajdonképpen. És ugye nem mondtam el ebbe a videóba, hogy mi a mai úti célom. Ugye a mai úti célom tulajdonképpen a Királykúti forrás. Tehát a mai napon valószínű, hogy odáig fogok elsétálni innen Csopakfaluból a Királykúti forrásig. Hát mit nem mondjak, hát nem itt van a szomszédban, maradjunk ennyibe. Tehát, hogy nem itt van a szomszédban. Egy kicsit odáig azért kell talpalnom, tehát egy pár kilométert addig még le kell gyalogolnom, mire odaérek konkrétan a helyszínre, a Királykúti forráshoz. Amúgy nagyon szép környezet az a Királykúti forrás, de valamelyik előző videómban én már mutattam is ezt a Királykúti forrást, hogy hogy néz ki nektek. Tehát valamelyik előző videómban mutattam még hozzá, azt hiszem, a piros túrás úton, igen, a piros túrás úton útvonalamban, amikor a piros túra útvonalt követtem, abban mutattam meg nektek először tulajdonképpen a Királykúti forrást, amikor a piros túra útvonalról készítettem a videót. Annak már most már több mint egy hónapja, most már másfél hónapja simán van, tehát már több mint egy hónapja annak, már lehet, hogy már két hónapja is van annak, hogy én utoljára ugye ott jártam a Királykúti forrásnál, és ugye akkor is éppen videót készítettem, méghozzá akkor készült a piros túrás videóm, amit a piros túra útvonalon rögzítettem nektek. Hát lányok és fiúk, hát a mai úti célom tulajdonképpen ugye a Királykúti forrás lesz, ahogy már mondottam ebben a videóban, csak most valójában azt akarom nektek megmutatni ezekben a videókban, amiket például most is, amit láttok, hogy Csopakfaluból, konkrétan a sportpályáról, ahonnan indítottam az ezt megelőző videót, hogy lehet gyalogszerrel eljutni egészen a Királykúti forrásig. És valójában ezekben a videókban ezt fogjátok látni, tehát magát az útvonalat megmutatom, hogy milyen útvonalon lehet eljutni Csopakfaluból a Királykúti forráshoz. Hát lányok és fiúk, tudom, ez semmi érdekfeszítő nincs benne, mert sokotokat ez gondolom nem is érdekel tulajdonképpen, de én ettől függetlenül természetesen végig fogom sétálni ezt az útvonalat, méghozzá úgy, hogy közben videót is rögzítek róla, amint láthatjátok. És akkor szépen lassan haladunk is előre felé, lányok és fiúk. Azt még nem mondtam el, hogy most egy kicsit, hogy visszatértem ugye az akciósport kamerákra, tehát ezt a videót konkrétan az egyik akciósport kamerámmal rögzítem, mert ugye múlt hét vasárnap csináltam videókat, mert ugye múlt hét vasárnap azért csináltam 6 darab videót, az esős idő ellenére, ugye 6 darab videót csináltam ugye múlt hét vasárnap, ugye amikor átgyalogoltam, múlt héten vasárnap, ezt hangsúlyozom, amikor átgyalogoltam Csopakfaluból Balatonarácson át egészen a Koloska völgyig, tehát ugye az volt múlt hét vasárnap, és azokat a videókat ugye az Alcatel okos telefonommal rögzítettem, amit ugye amivel szoktam élőadáshozni is az Instagramon, azt azzal a telefonnal készítettem azokat a videókat, de és ahogy mondottam azokban a videókban, hogy elmondtam, hogy nem fogok áttérni a Alcatelra, tehát nem azzal fogom készíteni a videókat, az csak kísérleti videók voltak, méghozzá 6 darab konkrétan. Hát igaz, minőségügyileg sokkal jobb minőségű videót rögzít az Alcatel telefon, mint ez az akciósport kamera, amivel éppen most rögzítem ezt a videót, tehát minőségben sokkal jobb. De hát lányok és fiúk, ha már vannak akciósport kameráim, akkor ne dísznek legyenek már, ne a vitrínbe álljanak, illetve ne a fiók mélyén porosodjanak, hanem legyenek is igenis használva tulajdonképpen. És ahogy láthassátok ezen a felvételen, ugye, itt egyértelműen látszik az, hogy ezt már az akciósport kamerával, az egyik akciósport kamerámmal rögzítem ezt a videót, ez egyértelműen szerintem látszik a minőségen, hogy gyengébb, mint a Alcatel által rögzített videók, hogy gyengébb a minőség. Hát ez elnézést és bocsánatot kérek tőletek, de az az igazság, hogy nekem nem telik Full HD-s kamerára, tehát nekem Full HD-s kamerára nem telik konkrétan. Hát rengeteg pénzbe kerül egy Full HD-s kamera, nem beszélve arról, hogy kéne akkor már egy laptop is, ugye? Mert amit Full HD-ban rögzítenénk egy olyan kamerával, ami alkalmas Full HD rögzítésre,
ugye azt a videót konkrétan az okostelefonok nem is látnák tulajdonképpen, ahhoz menne, hogy a laptop kéne konkrétan, és laptopom meg ugye tulajdonképpen nekem egyáltalán nincsen. Hát jó volna, ha volna, de hát nincsen. És akkor nyilván beinvitálnánk, akkor befektetnék akkor pénzt egy drágább kamerába is, nem pedig egy ilyen gagyi akciós sportkamerába, mint ami most éppen a kezemben van. De hát lányok és fiúk, mi vagy, nekem nincsen laptopom, így hát marad ez a gagyi akciós sportkamera, amivel rögzítem ezt a videót tulajdonképpen. Mert ezeket a videókat, amit ezzel a kamerával rögzítek, ezt föl tudom tölteni a YouTube csatornámra a egyik okos telefonommal, még hogyha egy full HD-s kézi kamerás videóm volna kézi kamerám, tehát full HD-s, az több mint valószínű, hogy a okos telefonok ugye annak nem is lássák tulajdonképpen a videóját, tehát az nem tudna vele mit kezdeni egy okos telefon egy full HD-s videóval tulajdonképpen, és valószínű, hogy föl se tudnám rakni azt a YouTube-ra, mert a YouTube egyébként is ugye lecsökkenti, tehát leminősíti tulajdonképpen a videókat. Hiába rakott föl te full HD-ba a videódat a YouTube-ra, de mire visszanézel a YouTube-ról, addigra az fog neked feltűnni, hogy le lett konvertálva az egész videó tulajdonképpen. Na, YouTube-nál ugye lekonvertálják a videókat, tehát lecsökkentik a minőséget. Hiába csinálsz te full HD-s videót, hogyha a YouTube-ra, amikor fölkerül és amikor már visszanézed, tulajdonképpen már egyáltalán nem full HD, amit látsz, hanem HD, jó esetben, ezt hangsúlyozom. Még az attól is függ természetesen, hogy milyen eszközzel töltötted föl azt a videót, most laptoppal, számítógéppel, vagy okostelefonnal, ne adj Isten, mondjuk én okostelefonnal töltöm föl a videóimat a YouTube-ra, méghozzá egy régebbi okostelefonnal, annak már csak az a funkciója tulajdonképpen, hogy ezeket a videókat, amit ezzel az akciós sportkamerával rögzítek, abban a telefonnal töltöm föl tulajdonképpen, abban az öreg telefonnal, az egy öreg okos telefon, amivel a videókat föl szoktam rakni a YouTube-ra, és elég sokáig rak föl egy videót tulajdonképpen. Gondoljatok bele, 6 óra hossza, amíg fölrak egy fél órás videót, az a régebbi okostelefonom. Ugye 6 óra hossza kell neki ahhoz tulajdonképpen, hogy fölrakjon egy fél órás videót, 6 óra hossza, és akkor azt a videót tulajdonképpen ebből a gagyi akciós sportkamerával rögzítettem, és amikor a múlt héten vasárnap ugye készítettem videókat ugye az Alcatel telefonnal, az okos telefonnal, amivel szoktam élőadáshozni az Instagramon, annak a videóit konkrétan az öreg okos telefon 12 óra alatt rakta fel a YouTube-ra. Na, ezt rakjátok össze, lányok és fiúk, tehát nem egyszerű, tehát egyáltalán nem egyszerű. Ugye nekem nincsen megfelelő technikám, meg nem is telik nekem olyanra, hogy hú, nekem nincs hipertechnikám ehhez a dologhoz. Van két gagyi akció sportkamerám, van egy öreg okos telefonom, amivel tulajdonképpen fölrakom azokat a videókat, amit ezzel a gagyi akció sportkamerával rögzítek nektek. És akkor szépen haladunk előre, lányok és fiúk. Közben itt már láthatjátok, hogy már a szilárdburkolatú út már rég megszűnt, mert konkrétan ez már ilyen köves út, ilyen földút tulajdonképpen, ez az egész, lányok és fiúk, tehát ez már valójában földút, ilyen murvával leszort út konkrétan, lányok és fiúk. Hát erről beszéltem, hogy ahogy haladok kifelé a semmibe, úgy fog az út minősége is változni. Hát a többségében hát már ilyen úton fog csak sétálni, mint ez itten, amit láthattok éppen most. Hát lányok és fiúk, akkor szépen haladunk is előre. Hú, gyerekek, jó idő van. Hát most legalább nem kell azon izgulnom, hogy most megázok vagy nem ázok meg, nem úgy, mint a múlt hét vasárnap,
mindvégig azon izgultam, amikor készítettem azt a 6 videót, amit ugye múlt hét vasárnap rögzítettem, azon izgultam mindvégig, hogy mikor szakad rám az égbolt, mikor ered neki az eső. És még szerencsém volt múlt hét vasárnap, mert amíg videóztam, addig nem esett az eső. Jó, szemerkélt, csöpörgött, de nem esett. És akkor végül is jó sikerült az a projekt, ha összesítem a dolgot tulajdonképpen. És ugye ott 6 darab videót készítettem ugye múlt hét vasárnap, ugye meg konkrétan 6 darab videót készítettem múlt hét vasárnap, méghozzá az Alcatel okostelefonommal. Hát igen, és ugye az, ahogy mondottam, ugye ebben a videóban már beszéltem arról, hogy sokkal jobb minőségű videót rögzít az Alcatel okostelefon, mint ez a gagyi akciósportkamera, amivel most ezt a videót rögzítem nektek, de lányok és fiúk, de abban a videóban is elmondtam, hogy az csak egy kísérleti videók tulajdonképpen, tehát az a hat darab videó, amit én múlt héten rögzítettem vasárnap, amikor sétáltam át Csopakfaluból Balatonarácson át a Koloska völgyig, azok ugye kísérleti videók, meg kíváncsi voltam rá, hogy az Alcatel milyen minőségű videót rögzít. Hát jó, tehát jó a minősége azoknak a videóknak, ez elég korrekt. Hát erre azért azt nem mondanám el, hogy ez annyira korrekt lesz, de hát abban a videóban is elmondtam, hogy nem fogok áttérni a Alcatel telefonra videózás szempontjából, hanem maradok ezeknél a gagyi akciósportkameráknál, amik tényleg gagyik, tehát ez a szó legszorosabb értelmében gagyi. Hát de láthassátok is a képnek a minőségén tulajdonképpen, hogy ilyen gagyi az egész. És akkor szépen haladunk előre felé, lányok és fiúk, de nekem csak ilyen gagyi dolgokra telik. Nekem nem telik hiper-szuper technikára, Full HD-s kamerára, nekem olyasmira nem telik. Így a 3 műszakban, hogy dolgozok, ugye, teljesen átlagos fizetésé, nem telik hiper-szuper kézikamerára, meg ha telne is hiper-szuper kézikamerára, akkor ugye kéne vennem egy laptopot is minimum, hogy egyáltalán föl tudjam rakni, meg tudjam vágni azokat a videókat, amit ugye tegyünk föl egy Full HD-s kézi kamerával rögzítenénk, tehát nekem olyanom nincsen, meg nem is lesz szerintem. A Full HD-s kézi kamerám, akár egy Panasonic, mert ugye Panasonichoz nagyon jó minőségű kamerákat csinál, ilyen kézi kamerákat. Tehát a Panasonic az nagyon jó minőségűeket csinál, de hát nekem arra nem telik, tehát nekem nincsenek százezreim arra, hogy ilyen Panasonic kézi kamerát vegyek tulajdonképpen. Meg ha már volna egy olyan kamerám, akkor ugye nem is volna jó a telefonjaim, és nem volnának semmire se jók a videózás, videófeltöltés szempontjából. Minimum egy laptop kéne, ami egyáltalán tudja kezelni azt a felvételt, azt a videót, amit tulajdonképpen egy ilyen Panasonic kézi kamera rögzít. És akkor szépen haladunk is tovább, előrefelé, lányok és fiúk. Amit látjátok, itt teljesen Kishegyi úton vagyunk még mindig, és lassan, de biztosan itt vége lesz a Kishegyi útnak, illetve beletorkolódik a Kishegyi útba a Csákányhegyi út, vagy a Csákányhegyi útba torkolik bele a Kishegyi út, ezt nem tudom pontosan, ezt nézzétek el nekem, és akkor szépen haladunk tovább, csak nézem, megy a felvétel, hát nem látom, gyerekek, a felvétel megy, úgyhogy szépen haladunk tovább előre. Hát lányok és fiúk, lassan, de biztosan, most már teljes mértékben elhagytam Csopakfalut tulajdonképpen, így a Kishegyi úton keresztül, és akkor most már megyünk ki a semmibe tulajdonképpen, mert tényleg a szó legszorosabb értelmében a semmibe fogunk menni, végig ilyen erdős részen fogunk majd haladni, egy ilyen földes úton, ami ott látható a háttérben. Csak közben megcsinálták ezt a Csákányhegyi utat, mióta nem jártam én erre. Nem tudom, gyerekek, de úgy néz ki, hogy ezt a Csákányhegyi utat ezt megcsinálták, mióta nem jártam erre. Ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Íme, ugye, az ott a Csákányhegyi út, és amint látom, igen, tehát ez az aszfalt, ez újnak tűnik teljes mértékiben. Tehát mióta nem jártam erre, már télen jártam erre valamikor utoljára, vagy tavasszal, nem is tudom, mikor jártam erre utoljára,
akkor még nem volt ilyen aszfaltos út itt, legalábbis ilyen minőségű, mint amit most éppen láttok. Akkor elég rossz minőségű kis út volt itten. Hát ahhoz képest tök jó meg lett csinálva, hogy elnézem. Hát ezen majd kíváncsiságból végig fogok egyik alkalommal sétálni akkor. Mert erre azért kíváncsi vagyok, hogy mit produkáltak ezzel az úttal, mert ez nem így nézett ki. Tehát amikor utoljára itt jártam, konkrétan ez az út, ez nem így nézett ki, ahogy most néz ki, és ez úgy látom, hogy ez újjá lett aszfaltozva, és tök jó. Még lehet is érezni a friss bitumennek az illatát, tehát lehet is érezni a friss aszfalt illatot tulajdonképpen. Igen, tehát újra lett aszfaltozva. Tehát ez azóta lett megújítva, amióta én nem jártam itten. Mert utoljára tavasszal, vagy mikor jártam itten? Azt hiszem tavasszal voltam itt utoljára, és akkor még nem volt itt ilyen jó minőségű aszfaltút, mint ez itten. Lehet, hogy aztán nincsen végig megcsinálva csak egy darabon, de ezt majd egyszer kíváncsiságból végig fogom sétálni. De az nem most lesz, mert most ugye haladjunk tovább ebből a videóval, lányok és fiúk, így hát fordítom is magamat a helyes irányba. És folytatom tovább a sétámat arra előre felé. Haladunk tovább, lányok és fiúk. És akkor lassan, de biztosan itt már réges-rég elhagytam Csopakfalut. Tehát Csopakfalut itt már tulajdonképpen réges-rég elhagytam. Mert már hagytam Csopakfalut réges-régen. Hát lányok és fiúk, és akkor most kivegyünk tulajdonképpen a vadonba. A semmibe tulajdonképpen. Mert ugye innentől kezdve már csak a semmibe fogunk bóklászni, az erdőbe. Lányok és fiúk, és akkor végül majd oda fogok érni a mai úti célomhoz, amit én erre a mai napra kitaláltam magamnak. Ugye, ahogy mondottam, erre a mai napra azt találtam ki magamnak, hogy Csopakfaluból elsétálok egészen a Királykúti forrásig. És most én odafelé igyekszek valójából. Közben itt jönnek-mennek, kirándulok. Hát lányok és fiúk, akkor haladunk majd tovább. Méghozzá abba az irányba fogunk haladni. Hát innentől kezdve ilyen földúton fogunk majd bóklászni, mert a Királykúti forrás az arra felé van, és én arra felé fogok bóklászni a továbbiabban. Hát ezen a földes úton fogok majd bolyongani konkrétan. Tehát tehát konkrétan ez a földes út lesz innentől kezdve az utitársam. Tehát innen ezen a földes úton fogok haladni a továbbiakban, ami éppen itt előttem van. Hát abban az irányban van Palóznakfalu, tehát arrafelé van Palóznakfalu tulajdonképpen. Tehát azóta arrafelé van Palóznakfalu. Én pedig megmutatom nektek, hogy honnan jövök, honnan jöttem. Én pedig konkrétan abból az irányból érkeztem, arrafelé van Csopakfalu, tehát arra van Csopak. Ugye én onnan érkeztem, arra van a Kishegyi út, arra van Csopak, én abból az irányból érkeztem, lányok és fiúk. És akkor haladunk is tovább ebből a sétával arra, kifelé arra a semmibe. Ez pedig itt a kék túra útvonal, erre kell fölmenni a Csákányhegyi kilátóhoz. Tehát ebben az irányban van a Csákányhegyi kilátó. Tehát ezen a ösvényen, tehát ezen a túra ösvényen, gyalog ösvényen lehet följutni a Csákányhegyi kilátóhoz konkrétan. Ami egyébként a kék túraút mellesleg, tehát ez itt mellesleg a kék túraút vonalnak az elején. Közben jött hozzám egy kis kutyus, jó megszaglász engemet, és akkor szépen haladunk is majd tovább, csak közben itt nem egyedül vagyok, hanem vannak többen is körülöttem. Hát lányok és fiúk, ahogy mondottam, ugye arra felé van a Csákányhegyi kilátó, az abba az irányba van, és arról már van is videó a csatornámon, amikor ezen az úton végigmentem, még a télen. És akkor szépen haladunk tovább, arra kifelé a semmibe tulajdonképpen. Tehát megyünk ki erre a semmibe, mert erre már aztán tényleg nem lesz semmi, konkrétan. Hát lányok és fiúk, akkor szépen kibatyunk erre a semmi kellős közepébe. Hát erre felé lesz ugye, ahogy mondottam, a Királykúti forrás, és ugye a mai úti célom az volna tulajdonképpen, a Királykúti forrás. Hát most kíváncsi vagyok arra, hogy így az esők után, voltak nagy esők, hogy milyen minőségű lesz ez az út. Itt még azt mondom így az elején, hogy egész tűrhetőnek tűnik. Tehát itt még van hú, de nagy sár nincsen. De hát majd a későbbi ebbe ki tudja, hogy milyen nagy sár lesz. Hát lányok és fiúk, egyelőre maradjunk annyiba, hogy ezt a videót itt lezárom, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok.
Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjatok kommentet a komment szekcióba. Köszönöm szépen! A továbbiakban arrafelé fogok haladni, de ez majd egy következő videónak a témája lesz, amikor én majd arrafelé fogom folytatni a sétámat. Remélem, hogy a következő videóba is velem fogtok tartani, így hát jöjjön hát az elköszönés, úgyhogy hát megköszönöm a figyelmet, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, értelmetlen videó volt, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! És akkor lezárom ezt a videót, hamarosan folytatom én ezt a sétát egy következő videóba, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! Üdvözlettel Frici a semmi kellős közepéből, és hamarosan jelentkezek újabb videókkal, addig is kérem a türelmeteket és a megértéseteket. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! Üdvözlettel Frici a semmi kellős közepéből. Sziasztok!